Őt mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét a Sims világából jelentkezem, és az előző részben elkezdtem az építkezést. A ház az nagyjából készen van ajtóstól, a falastól, ablakostól, és most jön a járólapok, belső burkolat, festés, külső burkolat, meg a háznak a tetejé, illetve hát akkor utána meg bele is rendezzük a házat. Van egy csomó használt butorunk, egy részét felhasználom, egy részét meg eladjuk, aztán modernabbat veszünk, meg luxusabbakat veszünk helyette, ha jó szó ez így, de nem nagyon jó. Na, ami még fontos lenne, hogy most sem néztem meg, hogy kell forgatni a bútorokat, úgyhogy megint, hogyha arra kerül a sor, majd megfelelőképpen bénázni fogok vele. Na, lehet, hogy majd ott egyet vágok, és akkor kimegyek, megnézem, hogyan kell forgatni. Ez ilyen mumus, mindig elfelejtem. Na, akkor keressünk valami színeket. Jó sötét. Nem is tudom, milyen színű legyen amúgy a ház. Az érdekes egyébként. Csak ezen beltérinek tűnik. Ez milyen? És ilyen köves, ez furán néz ki. Ez fura. Ez még furább, ha lehet furább valami. Ez egész olyan jó pofa. Na nézzük. Szerintem ez a modern dizájnhoz illik, ez a fajta fal. Érdekesen kezeli a szobákat, ahogy látom, vagy a helységeket. Remélem, hogy a tető is ehhez fog alakulni, ilyen bénán fog összejönni. Jó, nekem ez tetszik. Nincsen vele baj. Hopp, érdekes, már most látom, hogy itt jó móka lesz ez. Kicsit belső részt is idének falnak vette, külső falnak. Egyébként hogy néz ki a teteje a háznak? Azt hol tudom? Ezzel talán? Aha, ez abszolút nem beltérnek van minősítve. Azzal valamit kéne is kezdenünk. Ezzel a dologgal, nem tudom mit még. Hogy lefalazom, akkor... Most meg ez nem lett szoba. De ezt most kiveszem, akkor újra... Újra nem szoba lesz. De most már jó, így jó, úgy nézem. Ez egyre jobb lesz. Hogyan van ez a visszavonás? Van itt elvileg ilyen a undó is, nem? Valahol. Ez az, ja. Jó, itt valami, itt nem sikerült, ez úgy nézem. Ez a dolog. Hiába akarom itt ezt befedni. Ez mindenképp kültéri akar lenni. Ez a rész, valamilyen rejtélyes oknál fogva. Na, hogy néz ki? Igen, most már csak az, és kizárólag csak az nem akar beltéri lenni. Na mindegy, ezt áthelyezzük a két ajtón, ide és ide. És megpróbálunk belőle valamit kifaragni. Mi lenne, hogyha ide csinálnák egy szobát? Így, és akkor ennek kitörölöm a falait. De a törlőgomba. De nem így. Na. Nem tudom, mit raktam most le. Jó.
Azt hiszem most vagyok ott, ahol akartam lenni az elején. Hát, hogy hova rakjam ezt az ajtót? Itt legyen a... Na, legyen itt, persze, hogy legyen itt. Így. Na, így, itt, ezt meg visszarakjuk ide. Na most ezt is hogyan lehet forgatni? Az megint rejtélyes ám. A középsővel, na így most kijött legalább az ajtó. Így. Nem tudom, hogy így volt, de azt hiszem így volt. Ja, legyen így. Na és most milyen helyzet a tetővel? Nagyszerű, most tényleg tető a tető. Oké. Most kellőképpen sötét van a házba. De ez annyira nem vészes. Nem vészes, így van. Oké, akkor keressünk még falszíneket. Vagy mondjuk most nézzünk valami járólapot, valami követ. Szőnyeg. Kő. Nem tudom, milyen színű kő legyen itt a belső kő. Kövezet. Ez hogy néz ki egyébként? Itt kívül jobban látszik, de ott meg nem tudom leburkolni. Na. Konyhának jól néz ki egyébként. Az furi. Ez is inkább ilyen teraszos. Lehet, hogy inkább valami fa dolog kéne, ilyen sötét. Idik a sötét ide? Amúgy is jó sötét. Lehet, hogy világosabb falak lesznek mondjuk, és sötét parketta. Jó legyen ez. Na és mennyit burkolt le ez, hadd nézzem. Aha, azt a részt leburkolta, meg azt is, nagyszerű, hát így is akartam. Oké, ez sem rossz. Nem látok belőle semmit. Aha, itt ez ilyen, ez meg ilyen. Jó, mindegy, az jó lesz. A szőnyeg, ja, legyenek szőnyegek. Mindenféle szőnyeg. Szobákba, ott jó a szőnyeg. Vegyük le a falakat. Ilyenre, ja. Hát végülis ilyen világos szőnyeg, az jól néz ki szerintem, az lehet a szobákba. Na, lefele. Itt is van szőnyeg. Az ilyen fura mintás. Annyira nem is néz ki jól. Ja, ez is maradhat ilyen. Ilyen szőnyeg van még. Sötét szőnyeg. Ez sem néz ki rosszul. Ez a szőnyeg. Sem. Nem mindegy, a pici szobákba rakunk. Mindenféle színűt. Ebbe ilyet. Itt is rakunk egy ilyen világosabbat. Jó, ez még már nem hálószoba, mert 2, 4, 6, 8, 10, 10 elférnek így már. Jó. Ez meg különösen nem az, ez inkább ilyen munkaszoba lesz, úgyhogy oda ez mi ez egyébként? Fényen talán jobban látni. Ez ilyen... Nem tudom milyen fajta anyag. Ami kő lehet, gondolom, mert a stone-ban van, úgyhogy... Na, ez konyhában nem jó. Ez a kő. Inkább fürdőbe. Legyen fürdőbe. A fürdőbe se néz ki rosszul. Fú, de kéne olyan lámpás. A lámpákat be kell raknom. Kezdjük azzal, mert nem látok semmit. Nézzük meg akkor a lámpákat. Csillárok. Vagy hát valami hasonlók. Viszonylag valami
jóképű lámpa kéne, pár darab. Ezek nem azok, ilyen oldalvilágítók is jól lennek, ha erősek. Azzal mondjuk ez nem az, ami nekem kell. Ez világít, de ez nem tudom mit csinál. És van egy falvilágító. Állólámpa. Design lámpa. Ó, ez de jól néz ki. Na hát ezt is milyen jól lenne most forgatni valahogy. Nem. A kamerát forgatja, ez meg nem tudom csinál. Most se a forgatógomb volt. Hoppá. Pince. Nem semmi. Lementem a pincébe. Jó, nyomok egy pauzét. Na, meg is néztem. Annyi volt a trükkje. Nem tudom, azért elmondom, hát hogyha valakit érdekel. Game Options és Controls and Camera. És ezt be kellett pipálni, ezt a The Sims 3 kamerát. És akkor már működik a dolog. Akkor már így működik, hogy lerakod, és akkor csak tartani kell a bal gombot, aztán arra forgatod, amerre akarod. Úgyhogy... Eladni? Lehet esetleg, vagy nem? Nem. Most mi van? Na. Oké. Na, nézzük akkor tovább. Ez mi ez? Ez is világító test. Aha, ez valami ilyen fura valami. Na király, jó van. Milyen kicsit világítanak ezek. Ja, ez jól néz ki, szerintem ez lesz a nappaliba valahol. Vagy nem is tudom, milyen lámpák vannak még, de nekem picit világítanak. Így nem sokat látni a boot, vagy ebből a színekből, meg egyebekből. Na nézzük akkor a fürdős lámpát. Ez micsoda? Ilyen virágos nagy valami, azt a mindenit. Mi ez? Ez földre kell? Azt a... És lehet repakolni vajon? Jó gicses mondjuk. Ez is egy érdekes, fura dolog. Ez is. Ez például mi? Nem tudjuk, egy oszlop. Ez meg fali kép és világít, tök jó. És nem is kérnek tőle túl sokat, vagy érte túl sokat. Azt hiszem eltűnt az ajta ezekről a szobákról, most látom. Egy fali lámpa kéne, amivel végig tudom itt világítani az előszobát. Valami dizájnos, ez milyen? Határeset. De ilyen álló jellegű. Ez mi ez az UFO? Hű, micsoda fényt csinál azt a...
150 ér. Ha. Jó, hát ezért simán berakok ide. Meg ide is egyet. Jó, jó, szuper. Jók ezek az UFO lámpák. Ha, itt is lehet ilyen. Jó, hát ezzel fogunk operálni, ahogy látom. Ez elég dizájnos. Minden helység kap egy ilyen lámpát, aztán... Jól is van ez így. Oké, konyesz. Konyesz is kap egyet. Oké. Előszoba. Szintén. Ide többet is rakunk. Nem is tudom, nem is így kéne, hanem ezt idébb. Így. És akkor ebből másolunk. Itt van ez valahol, ugye? Így. Ide. Aha, így négy van belőle, szuper. Minden szobába jutott? Nem, még ide nem, Libertyhez is rakunk egyet. Ja, így. Na most mindenhol van, nagyszerű, oké. Illetve az előszobában nem raktam. Egyet ide is rakunk. Meg ide a folyosókra. Ide is. Meg ide. Oké, jó. Hát ilyen kis spottok lesznek, vagy hát nem is tudom, mik ezek ilyen UFO lámpák, de teljesen korrektul világítanak szerintem. Oké. Na. Akkor lámpa kérdés megoldva. Most meg már lehet festegetni, mert most látok is már valamit. Talán. Vegyük fel a falakat. Aha. Érdekes. Ez is. Ez nem. Semmiképpen tetszenek ezek a sötétebb színek. Hú. Egyre jobb. Meg kell az a szegély. Itt vannak más színek. A világos az fura. Papa. Még a... Az ilyen téglás dolgokat tudom elképzelni. Mind ami a másik házban is volt. Ja, ja. Ezek között lehet, hogy lesz valami jó pofa. Ez meg ilyen fa. Az érdekes, az nem annyira. Hát ez milyen volt? Meg ami márvány jellegű. Elég világos típus. Ez jó pofa. Nagyon kis kellemes. Nem bántja az ember szemét. Mennyibe kerül ez? 273. Hogyan tudok elfordulni kamerával így? Nem olyan rossz, ez nekem tetszik igazából. Egész tűrhető lett.
Közben burogatok az asztalomon. Jó. Ez milyen? Ez is ilyen téglás. Konyaszba jó lesz. Ez pedig a műhely. Vagy nem a műhely, hanem a... az iroda végül is, ahol dolgoznak. A tapéta talán nem is annyira. Még ez is egy jó pofa dolog. De annyira így nem, ide nem. A helybe oda jó lesz. Vagy a dolgozószobába. Jól néz ki a kis köves. Viszont a számítógépes szobába oda valami sötétebb dolgot rakunk. Legyen ilyen sötétebb, az jó lesz. Be is színezte be. Jó. Egy világos szőnyeg van, vagy ez a Liberty szobájába. Na, menjünk egy kicsit lejjebb, de annyira nem, nem, nem ezt akartam. Ilyen fél árbócra. Jó, legyen ilyen színű a szobája. Hogyan van a középső gomb? Aha. Jó lesz ez. Annyira nem akarok sokat tökölni a szobákkal már. Mindenfélét csinálunk aztán. Érdekes idéket, járólapokat raktam. Na a szőnyeget, azokat kicserélem, majd itt lesznek ilyen vidámabb színes szobák. Ez egy ilyen is. Meg egy ilyen is. Jó, és akkor keresünk hozzájuk illő valami. Ja, még van a műhely. Vagy mi az? Az is ilyen műhely jellegű lesz, úgyhogy oda is lehet ilyen köves valamit raknom. Jó, legyen ilyen. Oké. Színű. Legyen a kő, amit lerakok. Nem tudom, nem tudom. Mik ezek? Fém. Jó, az legyen olyan, oké. Okay. A szőnyegből ott viszont nem volt túl sok varja. Jából nem. Viszont akkor itt ilyen wood dolgokat lehet lerakni. Igen, ez például tök jó. Ez legyen ezzel. Vagy várjunk. Ez még jobb. Ez meg legyen ezzel. Jó. De ilyen világos parketta lesz, így van. Na és akkor még egy szoba van, ezt is ki kéne festenem valamilyen színre. De milyen színre fessük? Tapéta, van itt valami normális tapéta? Mind ilyen fura. Mind olyan furának tűnik. Tapét akkor nem nyert, a festés. Festés lesz lehet a befutó ismét.
Milyen legyen, milyen fajta? Ez meg valami fa burkolatos helység. Na, ez is jó, legyen ilyen, ezzel a szőnyeggel jó lesz. Szuper, mindegyik megvan. Akkor már csak a fürdők vannak hátra, oda csempe kell. Ez legyen ilyen kék. Ja, ahhoz kéne valami aljzat is, oda is valami csempe kéne, és akkor ahhoz belövöm a fölsőt. Nincsen variáció, abszolút. Mi ez, nem is csempe? Mi ez a csempe? Oké. Okay. Kékes. Ugye nagyon sötét kék. Jó, legyen ilyen. Ehhez keressünk valami kék fali csempét. Itt is van valami. Érdekes, igen. Ja, hát ez ilyen nagyon, nagyon kék lett. Nem baj végül is. Akkor ez lesz a kék fürdő. Csak egy másikat. Az meg mondjuk legyen akkor valamilyen világosabb fajta. Az is keresünk valami falat. Jó, legyen ilyen. Ilyen is kell. És akkor még egyet kéne csinálni. De az akkor egész más falat válasszunk. Mondjuk itt nincs sok variáció. Ilyen világosat? Jó, legyen ilyen világos. Rendben. Ez mi? Világosabb kéne megint. Ez is kő egyébként. Carpetit. Stone. Ez a linoleum, akkor ez, ja, ez jó. Jó, akkor legyen ez. Oké. Okay. Na, akkor még kell ide egy ilyen burkolat. Ebben jó lesz ez. Ebben meg jó lesz ez. Várjuk csak. Beillik a sötét. Az is legyen ilyen. Így, jól néz ki a sötéten. És akkor ide kéne még valami kő. Világos kő. Nem lehet valamiket színezni. Ez is kő. Clean. Aha, ez is kő. Jó, legyen ilyen, oké. Okay. Na, meg van minden, talán meg. Oké. Okay. Jó. Most nem tudom, milyenek lettek így most ilyen fél homályban, de lehet, hogy szép lesz a ház. Jó.
Ú, de szép színesek hátul a szobák. Oké, akkor ez megvan. Nézzük meg akkor az ingóságainkat. A dobozban mink van. Konditermünk nincsen, de mégis lehet még. Hogy állunk időbe? Mert látszik, a berendezés az nem biztos, hogy kifutja már ebbe a körbe. Na mindegy, akkor még a tetejét megcsinálom, és akkor a berendezés az a következő epizódnak a történése lesz. Hol lehet tetőt felrakni? Ja, itt. Hát egy sima meze ilyen tetőre gondoltam én. De nem is kéne ilyen nagyon pupos. Ez furán néz ki, nem? Így jobb. Főleg, hogyha látnám, hogy honnan indul a tetősík. Aha. Ja, ez így jó. Oké. Csak el kell húznom ide hátra. Oké, és akkor valami szép tető design. Nem. Nem ez se. Sötét. Hopp, ez milyen? Lehet, hogy ez lesz a befutó. Olyan modernomnak tűnik, mint a cserép. Itt is van egy érdekes. Ez olyan fém, lehet, hogy így fénylik. Ilyen érdekes, itt a képen sötétebbnek tűnt, de amúgy meg egy tök világos tető lett. Na, az sem az igazi. Nem. Nehéz jó tetőt találni, ez úgy néz ki most, mint egy csarnok. Nem, ez sem az igazi. Hagyjuk ezt a világos csatja, maradjon ez. Ezt viszont lemásoljuk. Egy. Meg itt hátul is. Ja, le is másolt a szuper. Jó lett, oké. Legyen ilyen a tető, most ez nem számít különösebben. Oké. Menjünk akkor följebb egy kicsit, és akkor így belátunk a házikóba jól. Ebből a szögből a legjobb talán, oké. És akkor levesszük félig a falakat, félig. Nem hittem, ott fű van, de nem, jó. Na, oké, akkor meglett a festés, a szobáknak a színe, meg a burkolatok, meg minden. A következő epizódban ott már tényleg a berendezési tárgyakat fogok bepakolászni. Aztán utána akkor rendben lesz a ház, meg még vehetünk egy csomó mindent, igazából körülbelül 20 000 pénzünk fájt eddig. Tehát annyiban volt eddig a házikó, mert olyan 160-70 körül jöttünk el az előzőből, úgyhogy nem sokat költöttem. Elég jól gazdálkodtam. Jól van, köszönöm akkor a figyelmet, és akkor jövök vissza majd a berendezéssel a következő epizódban. Sziasztok! Letisztult minimál dizájnos házikonk van így a szomszédsághoz képest.
Nem, hogy rittyentünk ide medencét, meg ilyesmit, aztán feldobja.